A Vármegyei Közgyűlés, illetve a Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat június 9-én megválasztott képviselői ülhettek csütörtök délután a Vármegyeháza dísztermének asztalaihoz. A mandátumot szerzett képviselők ugyancsak októbertől kezdhetik meg a közös munkát, de megbízó leveleiket a héten már átvehették. Az ünnepségen dr. Berko Attila hangsúlyozta, őszig a megválasztott képviselők életében a felkészülési a fő szerep az elkövetkező 5 évre. Örömre szolgál, hogy részt vehetek ebben a olyan fontos momentumban, amikor a 2024. október 1-jével Vármegyei Közgyűlésünk egy új összetételben kezdi meg a munkáját, és bízom benne, hogy ez a munka eredményes és hosszú évekre kiható lesz. A Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta, egy akadálymentesen lebonyolított, eredményes választást tudhat maga mögött a Vármegye. A megszerzett legitimáció az mindenkit feljogosít arra, hogy eredményes, tisztességes, becsületes munkát folytasson Vármegyénkben élő lakosságért, a Vármegye gazdaságának élénkítéséért, az itt élők életminőségének javításáért, és együttműködésben az országgyűlési képviselőkkel, Magyarország kormányával megtegyünk mindent annak érdekében, hogy a Vármegye rendelkezésére álló források, valamint értékeink összegyűjtése, gondozása és a Vármegyében élők ügyesbős dolgainak segítése közepette, valóban, ahogy Fő István úr is mondta, ne feledkezzünk meg arra, hogy munkánkat törvényesen, eredményesen, sikeresen végezzük. A Fidesz-KDNP támogatásával 11 fő, Huba Imre, Borbás Zoltán, Bata Attila Viktor, dr. Nagy Nikoletta, Újvári Imre, Répási Csabáné Tóth Rozália Ildikó, Győri Pap Judit, Kece István, Hajnal Nagy Gábor, Szabó Ferenc Lajos és Fazeka Szabolcs szerzett mandátumot. A Vármegyei Közgyűlésben a Mi Hazánk Mozgalom 3 képviselője, Boros István, Szabó Bettina és Somlai Róbert kezdheti meg a munkát októbertől. Mandátumot szerzett Mészáros Dávid és Szegedi János Attila a DK színeiben. A Momentumtól Bozsik Ferenc, a Jobbik konzervatívoktól dr. Lukács László vehetett át megbízó levelet. A Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 3 szervezet mandátumot szerzett képviselőinek adták át megbízó leveleiket.